Götz Annát köszöntöm. Köszönöm szépen, hogy ilyen korán felkeltél. Mindenkinek korán is köszönöm vagy? A meghívást. Hát most igen, mert egy próbaidőszak kellős közepén vagyunk, és ilyenkor muszáj valahogy összekaparnom magam, hogy 10-kor toppon tudjak lenni. Jaj, mész már utána tovább a Vidám színpadba? Hát 10-re megyek próbálni, de hát már azért jól előbb ott vagyok, és sok minden intéznivaló van a színház körül is, előtte is, utána is, úgyhogy próbálom úgy koordinálni. És hogy tetszik ez az élet, hogy te vezeted a Vidám színpadot, igazgatója, tulajdonosa vagy, rendező, nem vagy még, de színésze igen. Nem is pályázom ilyen posztokra, nem, igazgatói posztra sem, nem is tekintek magamra úgy, mint egy igazgató, vagy ha a szó igazi értelmét keresük, akkor igen, egy kicsit úgy igazgatok dolgokat a színházban annak érdekében, és igazából a legfontosabb az, hogy kik vannak körülöttem, és kik azok az emberek, akik ugyanezt a szekeret egy irányba úgy tolják, hogy mindent beletesznek, ami a tudásuk, és ami a, egyáltalán a, az ő szeretetük, és emberségük is nagyon-nagyon fontos, hogy benne legyen egy olyan szeretnivaló kis csapat állt össze, ugye a régi társaságból elsősorban, hát elsősorban a leginkább hálás lehetek Akker Lászlónak, aki Tamás jobb keze volt műszaki vonalon, és akkor nyugodott meg igazán Tamás, amikor Akker László végre nagyon-nagyon sok terhet levett a válláról, és a színpadtechnikával, és minden színpad körüli teendőt át tudott venni, és most az én jobb kezem, bal kezem, és egyáltalán az, hogy mi vagyunk, és az, hogy ő ezt így tudja adminisztrációban, technikában, logisztikában levezetni, ő az igazgatója, ő az ügyvezető igazgatója a színháznak. És te vagy a nagy csapatépítő, és a nyuka, a tyúkanyó vagy ebben a csapatban? Hát szeretgetek mindenkit, és én szerintem az alapja az egésznek az, hogy a színházat nem lehet máshogy csinálni, emberekből áll, és talán nekem egy kicsit mindig fontosabb is, hogy milyen emberek jönnek össze, és azok hogy tudnak összehangolódni, mennyire tudnak egy hullámhosszon együtt gondolkodni, és ez ugyanez a háttérben ugyanennyire fontos. Most már azért van egy 5-6 személy, ember, aki a hátteret tudja tolni. Van egy remek művészeti titkárunk, egyeztetőnk, van egy színésznő kollégánk, Vég Judit, aki fantasztikusan tudja az egész tulajdonképpen social médiát, de a marketing részét is hátulról irányítani, illetve napról napra építeni. Hányan vagytok ebben a csapatban, akire te számíthatsz és támaszkodhatsz? Hát nagyon-nagyon kevesen. Kevesen? 5-6-an. Ja, mert olyan soknak tűnt, ahogy mondod. 5-6-an, igen. Tehát a titkárság van, a Laci, aki mindent összefog és rálát, és tulajdonképpen nem csak a színpadtechnikával foglalkozik, most speciál a díszletünket is ő csinálja, a hangtechnikát, hanem azon kívül a rengeteg gazdasági, adminisztratív drága dolog egy színházat üzemeltetni? Iszonyatosan drága, és egyáltalán nem térül meg, tehát az ember nem azért csinálja, hogy na majd akkor ebből remekül fog megélni, hanem nyilván kell hozzá egy elhivatottság, egy fajta agylövés, ami bennem van gyerekkorom óta, hiszen színházi körülmények között nőttem föl, édesapám a Madách Színház díszlettervezője volt több mint 50 éven keresztül, és tulajdonképpen egy úgymond művész családból jöttem, mert az édesanyám, ha nem is művész, de a Báb Színházban volt művészeti titkár hosszú évtizedeken keresztül, Metzner János mellett, meg még előtte is. Öcsém
fantasztikus, nagyszerű muzsikus, klarinét, szakszofon művész és tanár. A nagymamámtól ered ez az egész, hiszen a nagymamám zenetanár volt, és 8 unokája volt, és most, és hál' Istennek megérhette azt is, hogy 12 dédunokája lehetett aztán, és hát még 90 évesen is ő tartotta össze a családot, és karácsonykor olyan vacsorával és vendégszeretettel várta a 30 személyes családot, amit most az én 80-as éveit taposó szüleim vettek át nagyon nagy szeretettel, és most mi próbáljuk ezt tovább vinni. De jó ezt hallani, ezt a nagy gözcsaládot. Igen. Nem ismertem ezt a fajta családtörténetét. Igen, igen, hát ez egy nagyon összetartó család. Például az egyik unoka testvérem az olyan, mint hogyha a testvérem lenne, és a legjobb barátnőm, és mindig mindenben számíthatok rá, és a nagyon nagy boldogságokat is együtt éltük meg, de tudom, hogy a falon keresztül megyünk egymásért, hogyha valakinek segítségre van szüksége és támaszra. Hogy tudtak neked segíteni, amikor Böröndi Tamás nagyon-nagyon hirtelen elment? Hát mindenben. Fantasztikus erőket mozgattak meg, és nem tudok elég hálás lenni nekik. És olyan észrevétlenül, ahogy ők egy perc alatt leszerveztek mindent, hiszen akkor ne felejtsük el, hogy az az időszak egy olyan idő volt, amikor mindenki be volt zárva, nem tudott kommunikálni a telefonon kívül sehogy a családjával. Én is beteg voltam. Gyakorlatilag be voltam zárva a házba, és a telefonommal próbáltam valahogy Tamás életéért küzdeni a barátaimmal a kapcsolatrendszeremen keresztül. Még mindig nagyon-nagyon nehéz erről beszélni, de hát a családom hihetetlen erőket mozgatott meg, és az Ágnes és az Eszter unokatestvérem szervezték a temetést és a körüli összes nagyon nehéz bürokratikus megoldandó problémákat, úgy, hogy minden zárva volt, úgy, hogy nem lehetett senkivel személyesen találkozni. Tehát egy szörnyű nehéz helyzet volt, és de ebben az egészben a legnehezebb az volt, hogy egy ilyen iszonyatos sokk után, egy tragédiával úgy kellett megküzdeni, hogy nem lehetett ölelni. Tehát, hogy nem lehetett megölelni a szeretteimet, nem lehetett együtt lenni velük. Vagy ugye a temetés után egy hónapig a gyerekeim úgy voltak velem együtt, hogy valahonnan tudtunk szerezni egy doboz tesztet, és hogyha valaki kilépett a házból, akkor ha visszajött, akkor muszáj volt tesztelnünk, mert hiszen a fiamra is vigyázni kellett, a fiam cukorbeteg, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz időt éltünk meg akkor. És hogy váltál el Tamástól? Mert ez egy ilyen nagyon, nagyon viharos időszak volt, és egy gyorsan, hirtelen volt minden. Nem váltam el Tamástól. Tamást állandóan várom, az álmaimban minden nap ott van. Talán azért nem váltam el tőle, mert nem válhattam el tőle. Elbúcsúztunk, amikor ott a ház előtt beült a mentőbe, és utána még hívott engem telefonon, és megnyugtatott, hogy nagyon-nagyon jó helyen van. Aztán már csak SMS-eket tudtam én írni, százat, ezret. Hát, hogyha majd elolvassa, vagy ha hazajön, akkor lesz erről egy kis napló, hogy mi történt ez alatt. Én ebben bíztam, hogy mi történt ez alatt a 19-20 nap alatt, de sajnos... Nem tudtál róla addig semmit? Nem, hát annyit tudtam, hogy ismerősök, barátok segítségével időnként, amikor volt olyan ügyeletes orvos, és éppen nem volt rajta hatalmas szerelés, amit föl kellett és le kellett venni, akkor tudtunk egy pár szót beszélni, vagy SMS-ben az értekezni orvosa? Arról, hogy éppen milyen állapotban van. Igen. Muszáj volt neki bemenni a kórházba? Most ezt azért kérdezem, mert most utólag annyi legenda kelt életre, hogy ha nem megy be, akkor igen. Nem ő, mindenki. Igen. Akkor lehet, hogy életben marad, mert hogy az egészségügyi dolgozóknak fogalmuk nem igen. volt, hogy kell kezelni. Nagyon furcsa volt ez az egész, ugye hát pont egy próbaidőszak kellős közepén voltunk, bár mi nem próbáltunk, de rendszeresen bejártunk, és gyakorlatilag az egész társaság megfertőződött ott. És hát mi is mind a ketten betegek lettünk, és azt gondoltuk, hogy jó, akkor most szépen meghúzódunk itthon,
pihenünk, és kivárjuk, amíg meggyógyulunk, nagyon sok ilyenről hallottunk magunk körül. Én nekem egy kicsit nagyobb fájdalmaim voltak, érdekes módon, én mindig fájdalomcsillapítókat szedtem, Tamás meg egyre gyengébb volt. És minden nap fölment egy kicsit a láza, de azon kívül más semmiféle jele nem volt annak, hogy itt mentő vagy kórház. Azt gondoltuk, hogy ezen át kell esni. És sem köhögés, sem légzés nehézség, semmi nem volt. De egyre több idő eltelt úgy, hogy mindig fölment a láza. Én minden nap természetesen beszéltem az orvosbarátaimmal, és azt mondták, hogy várjunk. Aztán volt egy pillanat, amikor már azt mondták, hogy szerintük jobb lenne, ha bevinnénk, és sose felejtem el Tamás arcát, amikor rám nézett kétségbe esve, és kicsit számon kérve is, hogy hogy gondolom, hogy én mentőt hívok, amikor épp most ment le 38-ról 36-8-ra a láza, és most egy hőemelkedéssel miért kellene bemenni a kórházba? Tehát bennem egy folyamatos kételj volt, és lelkiismeret furdalás, hogy hogy kell ilyenkor dönteni. És mit mondott ő? Tehát ő nem akart bemenni? Ő nem akart. Ő még tesztelni sem akart. Úgy kellett elvonszolnom őt egy jó pár nap után, amikor kiderült, hogy pozitív. És benned van bármiféle lelkiismeret furdalás, hogy jól döntöttél, nem döntöttél jól, vagy? Nem. Abban biztos nem. Akkor volt lelkiismeret furdalás, hogy engedhettem el. És hogy én azt éreztem, hogy ha én vigyázok rá, akkor talán az, hogy emberi arcokat lát, és csak én csak vele tudnék foglalkozni. Tudtam, hogy milyen körülmények vannak ott bent a kórházban is, hogy sokkal több a beteg ember, és sokkal kevesebb a személyzet, és én inkább ettől féltem, hogy nem lesz rá elég kapacitás. És tudom, hogy a Tamásnak a legfontosabb a személyes kapcsolat volt, és elképzeltem magam előtt azt, hogy szkafanderben állnak arctalan emberek előtte, amivel ő nem tud mit kezdeni. Ő mindenkivel egy perc alatt fantasztikus barátságokat kötött, és az életszeretet és az emberszeretet az árad belőle is, mint a mágnes vonzotta az embereket magához. És nem tudtál bemenni a kórházba nem, hozzá. Pedig mindent elkövettem, hiszen mivel én is covidos voltam, úgy gondoltam, hogy hát sajnos meg kellett várnom azt, hogy negatív legyek, de akkor utána már védett voltam. De akkor meg már késő volt, mert aznap lettem negatív pont. Uramisten, hát az élet azért az valamiért egy nagy rendező, csak nem mindig jól rendezi el ezt az életet. Én emlékszem rá, amikor megismertelek titeket, amikor indult a Vidám színpad, és meg a ti szerelmeteket is, és itt fogtátok egymás kezét, még a másik helyen voltunk, de hát akkora nagy lelkesedéssel saját magatokról is, a szerelmetekről, meg a színházról hát meséltetek. Ez egy csodálatos időszak volt, most már egy kicsit próbálom magamban ezt átfordítani, a veszteséget egy fantasztikus ajándéknak az életemben, azt a 10 évet, amit kaptam tőle, és amit adtunk egymásnak, és tudtuk, hogy na most megérkeztünk, nagyon sok minden történt az életünkben, amit nem bánunk, és mind a kettőnknek két gyönyörű gyereke van, és természetesen nem nulláz és töröl le semmit az ember a múltjából, hiszen mindennek így kellett történnie, és nekünk akkor kellett összetalálkoznunk, akkor érkeztünk meg. És valahogy azt éreztük, hogy mintha, nem tudom, most már utólag, mintha tudtuk volna, hogy nekünk sietni kell. Minden pillanatot olyan intenzíven éltünk meg, és ilyen szempontból sincs semmiféle lelkiismeret furdalásom, hogy nem mentünk el valahova, vagy nem nyaraltunk, vagy nem voltunk egymással eleget, vagy nem fogtuk egymás kezét. Hát éjjel-nappal együtt voltatok, mert együtt dolgoztatok. Egyszerűen mindenhova együtt mentünk, a színpadon kívül is. És öröm volt csak beülni a kocsiba, és fogni egymás kezét, vagy megállni egy cukrászdánál, és enni egy süteményt. Ennyi a boldogság. És te hogy élted ezt túl, ezt a vesztességet? Hát folyamatosan túlélek. Igen, még mindig? Most egy kicsit igen, megint megrázott engem. Azt hittem már tudok ezekről beszélni, de még mindig nem.
igazából most úgy jöttem ide, hogy beszélgetünk mindenféléről, a színházról, ahova eljutottunk, és most azt érzem magamon, és kicsit szégyellem magam, hogy visszaestem, hogy jaj, bocsánat, úristen, ez, nem volt. Ez ennyire megint megráz, hiszen én már azért nagyon sok mindent kibeszéltem magamból, és van egy fantasztikus barátnőm, egy pszichológus barátnőm, aki szintén nagyon-nagyon sokat segített. Tehát tudom, hogy ventilálni kell. Igen. Szerintem, amíg vidám színpad lesz, addig elkerülhetetlen, hogy Böröndi Tamás neve ne kerüljön szóba. Tehát én azt gondolom, hogy minden beszélgetésnél neked erre készülnöd kell, mert ez általa lett. Csak az eseményekről még mindig nagyon-nagyon nehéz beszélnem, mert pereg a film előttem, és ezeket szinte nem lehet szavakba ölteni, és a mindennapjaimban benne van, a zsigereimben de benne jó, van. Nem? És ez jó, és átalakul, és sokszor érzem, hogy nehéz pillanatokban érzem a jelenlétét, ahogy megfogja a kezem, és ahogy átsegít egy borzasztó nehéz döntésen, hiszen sajnos ebben a helyzetben nagyon komoly, nehéz döntéseket kell hozni, de utólag rálátva azt látom, hogy nagyon fontos volt, hogy meghoztam azokat a döntéseket, amik előrébb vitték a színházat, és amitől működőképes lett egy-egy előadás. És tudsz ilyen előadást megnézni, amiben Tamással játszotok, vagy csak Tamás játszik? Még nem tudtam. Bár a YouTube-on, meg egyes felületeken természetesen visszanéztem inkább beszélgetéseket, amikor még bárhol boldogan veled is beszélgettünk, vagy különböző platformokon, és egyszerűen hihetetlen, hogy ez nincs. Hogy nincs. És hogy visszatérve a kérdésedre, nem tudtam elbúcsúzni tőle. Ez majdnem rosszabb, mint egy autóbaleset, vagy nem lehet hasonlítgatni, de... Pedig nektek nincsenek kibeszéletlen dolgaitok, nem voltak. Tehát olyan érdekes, nem, amikor, hogy nem tudtam búcsúzni, hogy ez igen. Olyan nagyon fontos. Fontos. Igen? Szerintem nagyon fontos elbúcsúzni. Még az is fontos, hogy ha valakit elvesztesz, és ott állsz előtte, az elvesztett ember előtt, nyilván nem véletlenül volt régen vidéken ennek egy szertartása, hogy valahogy ez is a feldolgozás része, hogy el tudj köszönni a szerettettől. És tulajdonképpen én ezt nem tudtam megtenni a mai napig. Az érdekes, hogy ez mekkora fájdalom igen, tud lenni. Ezt igen. Én még nem éltem át. És igen. Amit az ember nem élt át, azt nem tudja, hogy az hiányzik. Igen, vagy. De igazából olyan szörnyű, mert tényleg nem ezért jöttem, hanem azért jöttem, hogy beszélgessünk a színházról. Beszélgessünk, de még mielőtt a színházról kezembe került egy könyv, Diner Tamásnak a könyve. Ó, igen, az csodálatos. És ezt nem szeretném kihagyni semmiképp, mert ott is Tamásnak ajánlja ezt a könyvet, mert hogy együtt piacoztak szombatonként, és olyan szépen emlékezik Tamás meg róla. Tamásnak talán ez az egyetlen ilyen szeretett hobbija volt, hogy minden szombaton az ő kedves társaságával együtt töltötte a délelőttöt, ha kellett beállt a Tamás is, mármint az én Tamásom, tojást árulni, vagy segíteni, és azt vették észre, hogy egy pillanat alatt egy hosszú sor állt ott, ahol ők voltak, és volt egy kemény mag, Diner Tamással együtt, és nagyon sokat beszéltek arról is, hogy na majd akkor csinál egy fotósorozatot, egy portrésorozatot róla is, akkor rólunk is szó volt, és ez sajnos elmaradt, és egy gyönyörű gesztust tett Diner Tomi. Nagyon szép, most jelent igen. Meg egy fantasztikus albuma. Fotoalbuma, igen. Igen, ahol az első oldalt üresen hagyta, és egy gyönyörű írása van Tamás emlékére, és tulajdonképpen Tamás emlékének ajánlja ezt a portréalbumát. És itt azért elhangzik, vagy ír egy olyan mondatot, hogy amikor Tamás nem tudott, talán Bécsben volt, és az édesanyjának vitték igen, az epret, mert hogy ez egy kedvenc igen. Volt. Él a Tamás édesanyja még? Igen, bent van az Audrey otthonban, én gyakorta látogatom őt. Nagyon nehéz, ott vannak a képek az ágya fölött, és igen, hát minden nem az az életrendje, hogy igen. Az ember a gyerekét temesse. Igen, minden nap szeretne az ő Tomikájával találkozni. Most lesz, aztán abba hagyom a Tamás dolgot, csak még egy eszembe jutott, hogy most lesz a születésnapja, vagy igen. Lenne a születésnapja. Gondoltál-e arra, hogy
hogy valamiféle Bőröndi Tamás, most nem csak a születésnap igen. alapítvány, tehát, hogy, igen. hogy megmaradjon. Nagyon is gondoltam, és gondolok rá, borzasztó nagy restanciám ez. Talán azt tudod, hogy az első születésnapjára összeállítottunk a Kerr László segítségével egy emlékklippet tulajdonképpen, egy dal feldolgozásával, és az ő rengeteg fotójával, és az összes barátjával, kollégájával megjelenik ebben a kis klipben. Nagyon szeretnék egy díjat Tamásnak létrehozni. Ez még folyamatban van, mert nagyon sokan lebeszélnek arról, hogy alapítványt, mert annak nagyon sok hátulütője van, és nagyon sok nehézségbe ütközik, de rajta vagyok, és mindenképpen szeretnék egy méltó ünnepet létrehozni Tamás emlékére. Na, akkor lássuk a vidám színpadot, hogy a nehezén túl vagyunk, vagy mi nem. Igen, igen. Zenéljünk egyet? Jó. Igen, nem szoktunk, de látom, hogy most jól esne. Akkor Lujit kérem, hogy valami zenét tegyünk be egy-két percet, hogy Anna egy jó nagy levegőt vesz, és utána vidám színpadozunk. Götz Annával folytatjuk a beszélgetést. Szóval vidám színpad. Hogy telnek a napjaid? A vidám színpad és otthon, a kettő között. Hát most végre pár hónapja működünk újra, megnyitottunk októberben. Iszonyú nehézségeken mentünk keresztül, hiszen majdnem 2 évig nem tudott működni a színház, de egy jó másfél évig biztos. Ez egybeesett ugye a tragédiával, egybeesett a pandémiával, a zárásokkal, és ezzel egy időben ugye bezárták a volt Eurocentert is, a mi játszóhelyünket, ami több mint 1 évig zárva volt, és aztán tavaly tavasszal megnyitott, de még csak részlegesen. Mi a tavaly tavaszi márciusi nyitásra számítottunk, és különböző próbahelyeken el is kezdtünk intenzíven dolgozni, de ez aztán sajnos az ottani okok miatt, felújítás csúszások miatt áttevődött most őszre. És így aztán most októberben nyitottunk, éppen a Tanulmány a nőkről című zenésváló okkal, amiről éppen beszéltünk a kollégákkal a premiéren, hogy hát igen, ez egy nehéz szülés volt, pont 9 hónap volt az útja ennek a tanulmánynak, hiszen elkezdtük tavasszal próbálni, aztán egy nagyobb szünet jött, és újra elkezdtük aztán ősszel. És ez tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb sikere most a Vidám Színpadnak, ez a zenés vígjáték, amiben régi kollégák is vannak, például a Barta Alex, aki egy remek karakterszínésznő, és nagyon sok darabban játszott régebben is a Vidám Színpadon, újak is vannak. Megtartottunk egy régi vígjátékot, ami az egyik legfrissebb volt a régi repertoárunkon, a Tökéletes esküvő, amiben csupa fiatal játszik, és az is teltházzal megy a mai napig, és nagyon nagy siker. Ezt a 2 darabot a közönség nagyon-nagyon szereti, de ezen kívül 2 fantasztikus előadást rendezett még Horgas Ádám is. Az egyik a 39... Új a csapatban, nem? Így van. Vele valamikor tavaly ültem le, amikor megtudtam, hogy eljön Szegedről, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy van egy kis szabad ideje épp, mert nagyon-nagyon elfoglalt, és nagyon sok helyre hívják őt. Fantasztikus előadásokat láttam tőle, és borzasztóan örültem neki, hogy örömmel és boldogan vállalta el azt, hogy itt keressünk 2 előadást, ami ezen a műfajon, ebbe a Vidám Színpad repertoárjába be tudna illeszkedni, és mégis egy friss... Egyet hadd kérdezek, bocsáss meg, hogy közbevágok, mert mondtad, hogy sok előadást igen. láttál Horgas Ádámmal. Ezek szerint azért te sokat kell, hogy színházba járjál, hogy igen. rendezőket, színészeket nézeges, hogy ki az, aki igen. a ti profilotokba beleillik. Kizárólag a saját ízlésedre hagyatkozol, amikor választasz egy darabot? Mert szerintem az egy nagy csapda, mert uh-huh. lehet, hogy más a te igen. ízlésed, és más a közönségé. Hát nem is az, hogy az ízlésem szerint, hanem a kíváncsiságom szerint járok színházba. Ugye kíváncsi vagyok bizonyos kollégákra, bizonyos rendezőkre, színházakra. Tamással is rengeteget jártunk színházba, és figyeltük a fiatalokat. Nyilván fókuszáltunk erre a műfajra is,
és most tavasszal egy barátnőm hazajött Ausztráliából, és itt töltött egy pár hónapot, és ki volt éhezve arra, hogy színházba járjon, ami nekem nagyon-nagyon jó volt, mert én is boldogan kísértem előtt, úgyhogy rengeteg, szinte minden nap színházba jártunk május-júniusban. És mit csinálsz, ha rosszat látsz, amit nem abból is szeret. Nagyon sok mindent lehet tanulni, szerintem. Ha neked, de nem a közönség. Hát igen. Igen, nektek de biztos. Az is érdekes, és ezzel a szemmel érdekes figyelni a közönséget, hogy mi az, amit szeret, mire hogy reagál. És sokszor vannak jó előadások, amire nem jön be a közönség, és hogy vajon mitől nem jön be a közönség? A cím, vagy nincs benne olyan húzó név, vagy valami olyan plakát kell, ami fölkeltse az ember érdeklődését. A három tehát, együtt gondolom, igen. Így van, tehát ezeket együtt. Most folyamatosan elemezzük mi is. És mondjuk a saját bemutatótoknál hogy van, hogy ezeket figyeled, a címet, meg a plakátot, igen. meg mindent, és mondjuk van egy olyan előadás, amit tesztelsz, vagy egy premier előtti, pont az őrkényben volt egy ilyen rendezői előadás a nézők előtt, amikor pont Mácsai rendezett egy darabot, és akkor még kiszóltak a színpadról, meg beszélgettek, és a nézők nagyon élvezték az egészet, akkor visszakérdezett, hogy igen. ez így jó-e tehát. Erre nagyon jó a színházak éjszakája is, ami többször volt már nálunk is a Vidám színpadon megrendezve. De mondjuk most a bemutató előtt terveztek ilyet, hogy hadd szóljon bele, hogy hol nevet a közönség, beszéltünk hol nem. Erről, igen, hogy behívunk próbára, félkész próbára közönséget. Ez nem is tudom, ez egy kicsit elakadt most, de mindenképpen csinálunk házi főpróbát is, ahova barátokat, kollégákat hívunk meg, ami azért főleg egy vígjátéknál nagyon nagy teszt, és nagyon fontos lemérni, hogy egyrészt milyen legyen a ritmusa az előadásnak, átformálja a közönség mindig a vígjátéknál, hol kell megállni a poénoknál, mi az a poén, amire nem is gondoltunk, de mégis szereti a közönség, és átformálja. Ez úgy, most lesz a 18-ai biztos, egészen. Csináltok ilyet? Igen, barátokat mindenképpen hívunk, és kollégákat is előtte. Az ellenségeteket is csináltok meg, igen. Tényleg ne csak az elfogultság beszéljen belőlük. Hát, igen. Nem tudom, ilyenekre nem gondolok, hogy ellenséget hívom. Nem, én csak viccben mondtam, a közönséget. Van olyan, hogy ellenség, vagy én nem szeretem azt a szót, hogy ellenségem van. Olyan van talán, akivel nem értek egyet, de én soha nem szerettem konfrontálódni, és inkább, hogyha azt látom, hogy nagyon másként gondolkozunk, vagy nagyon más az értékrendem, akkor, vagy az értékrendünk, akkor inkább én kikerülöm azt az embert. Vagy igen, én. De hát mondjuk engem elhívsz egy ilyen premier előtti igen. főpróbára, és mondjuk megkérdezed, hogy mit gondolok, nem biztos, hogy elmerem mondani, mert igen. abból indulok, hogy hónapok munkája van benne, és mondjuk nagyon egy nehéz. Hét van a premierig, most mondjam hát igen, azt, ehhez hogy... pszichológusnak is kell lenni. Pontosan. Én sem merném a kollégámnak premier előtt elmondani, hogy figyelj, ezt gondold át, és teljesen máshogy csinált kész, holnap. Vége, persze. Hát pontosan tudom, hogy mi zajlik le benne, és mi zajlana le bennem. Tehát abból csak egy zűrzavar lehet, és egy teljes önbizalomvesztés. És itt szeretni kell, és bízni kell a színészbe, amit hála Istennek Naszladi Évától ezt 1000%-osan megkapunk, és egy olyan bizalmi és szeretett légkörben dolgozunk négyen. Kálid Artúrral, Sajgál Erikával, és Pusztasz Eri Kornéllal ezen az új előadáson, hogy... tényleg álom, próbaidőszak. És nagyon sokat próbáltok? Mert azt szokták mondani, hogy kevés az idő, mindig kevés minden mindig az kevés, idő. Mindig kevés, nagyon kevés, és tulajdonképpen keveset próbálunk, de szerintem az, ami a régi színházi, például az Ádám Ottó hozzáállása volt, és én tudom, meg sokat hallottam róla édesapámtól is, hogy legalább olyan fontos az, hogy előtte aklimatizálódjunk, és beszélgessünk egymással, hogy hogyan jutottunk be a színházba, mi történt velünk, és egymásra hangolódjunk, az legalább olyan fontos része a színház csinálásnak és a próbaidőszaknak. Sok színész szoktam mondani, hogy ez a legjobb része. Így van. Az előadásnak szeretjük húzni az időt, mire elkezdünk tényleg színpadra állni és próbálni, de azt hiszem, hogy ez is beépül, és nagyon-nagyon fontos része. Kaptok pénzt a színházra? Tehát van bármiféle támogatásotok? Hát most még azzal a támogatással gazdálkodunk, amivel fantasztikusan gazdálkodott Tamás, és tulajdonképpen nekünk most azzal kell elszámolnunk, meg azt kell most ügyesen beosztanunk, és új előadásokat produkáltunk ebből, ami azért nem kevés,
is, hiszen ez most már az ötödik új bemutatónk lesz, az Ölejárt, és hát rengeteg pénzt elvitt az is, hogy ki kellett teljesen költözködnünk, aztán vissza, akkor próbatermeket bérelni, és hát öt produkciót létrehozni, nem akármilyen színvonalon. És jó hely egy ilyen bevásárló központ egy színháznak? Igen, ezt mindig fölteszik, ezt a kérdést. Valahogy sokan. Ez a meghitt légkör. Igen, igen. Hát az a színházi hangulat nincs, de azt érzem, hogy a fiatalok megszeretik. Meg szeretnek nagyon sokan úgy oda menni, hogy előtte beülnek egy cukrászdába, vagy egy étterembe, vagy vásárolgatnak, ott töltenek egy pár órát, és úgy mennek be, vagy ha délutáni előadás van utána. És fiatalok tehát, a nézőitek? Nagyon sok fiatal van. Ez nagyon érdekes, sok fiatal... nagyon sok színházban az idősebb generációt igen, lát. Igen, de úgy látszik, hogy ez a szórakoztató műfaj, amiben azért én nagyon igyekszem és törekszem arra, hogy igényes legyen, színvonalas, és több legyen, mint egy szimpla vígjáték. Tehát, hogy ha már az ember, amiért borzasztó hálásak vagyunk a közönségnek, hogy ebben az iszonyatosan megterhelő, nehéz, mindannyiunk számára nehéz időszakban áldoznak arra egyáltalán pénzt és időt, hogy bejöjjenek a színházba, akkor olyat kapjanak, olyan élményt, ami talán több annál, hogy egy jót nevettek, és még talán a másnap reggeli kávéjuknál is elmosolyodnak, vagy egy-egy pillanatot magukkal visznek. Ami... Ez olyan érdekes a színházi kategorizálásnál, amikor egy például egy Vidám színpad, de több színházat is tudnék mondani, azt mondják, hogy bulvárszínház. Azért, mert nem pusztul bele az ember egy-egy előadás után. Vagy könnyű műfaj. Vagy könnyű műfaj. Szerintem a világ legnehezebb műfaj megnevetni a nézőket. Igen. 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 Most épp láttam, elmentem moziba ezt a 8 Oscar díjas Sziget szellemei című filmet, amiről csak jókat írtak. Én azt hittem, hogy belepusztulok a végére, mert csak a dráma volt benne, és nagyon naturális, csak egyet mondok, aha, hogy egy barátságról szól, és az egyik barát levágja az ő ujját. És jaj, de jól vigyették. Lehetett nevetni. Tehát és olyan volt a film, hogy tényleg, hogy a párbeszédek fantasztikusak, az operatőr fantasztikus, a rendező fantasztikus, és mégis nekem borzalmas volt a film. Sok vitám lesz ezzel, mert nagyon sokak azt mondták, hogy csodálatos, de azt gondolom, hogy azért, mert hogy 8 Oscarra jelölték, aha, tehát, hogy szakmailag biztos rendben hát van. Hát nagyon érdekes nálunk is, mert tulajdonképpen ez a 6 előadás, mind a 6 a műfajon belül teljesen más. Tehát a tökéletes esküvő talán az, ami a tipikus vígjáték. Akkor van a francia vígjáték, az Erik Assus Szeres a Bérsz című vígjátékunk, ami egy tipikus francia vígjáték, egy kicsit könnyedebb, pikánsabb vígjáték. Van a 39 lépcsőfok, ami nem egy vígjáték, hanem inkább egy akció vígjáték, vagy egy krimi paródia Hitchcock régi nagyfilmjéből, a 39 lépcsőfokból. Akkor van a Sextet, ami egy egészen különleges előadás, ami klasszikus zenékre épül, és ettől egy egészen másfajta hangulatot kap, de az alapvető vígjátéki stílusa megvan, de mégis olyan emberi és olyan színészi, színházi pillanatok vannak benne, amiért szerintem érdemes a színházba bemenni, vagy színházat csinálni. És én nagyon bízom benne, hogy ilyen lesz az Ölejárt is. És van még idénre bemutatótok? Gondolom, hogy meg... Sajnos nincs már, mert hát gazdálkodnunk kell. Igen. Tehát mi egyszerre csináltunk nagyon sok bemutatót azért, hogy föltöltsük a repertoárt, és legyen mit játszanunk. Úgyhogy most ez a 6 felnőtt előadásunk van, és van egy befogadott gyerek előadásunk is, a Süsű. És úgy, mi lesz Götz Anna? De ez a Süsű, ez nem a Bodrogi féle. Nem. Képzeld, a Bodroginak a Karinti Színházban volt premier. Igen. Tudok róla, Igen. Nézed, hogy kik azok a abszolút nagy színész óriások, akiket te magadnak megnyerhetsz?
Mindig is követtem, és mindig is figyelem, nézem, nem csak a fiatalokat nyilván, hanem a kollégákat is, az én korosztályomat is, és az idősebbeket, hiszen én egy olyan fantasztikus közegben nőhettem föl a Volt Nemzeti Színházban, hogy Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, Agárdi Gábor, Besenyei Ferencnek lehettem a partnere, és most például Gálvölgyi János is játszik nálunk a Tanulmány a nőkről című vígjátékunkban, bár tulajdonképpen csak virtuálisan van jelen, de ő kíséri végig, mint mesélő és író az előadásunkat. Úgyhogy igen, én nagyon-nagyon szeretem tudni, hogy hol tart a színház, hol tartanak a különböző színházaknak a felépítése, repertoárja, színészei, nézem, belenézek sorozatokba, igenis figyelem azokat, akik így tudnak lehetőséghez jutni, hiszen a mai fiatalok nagyon sokszor pont fordítva kerülnek be a színházba, megismerik őket egy-egy sorozatban, és aztán kerülnek be a színházba, és talán egy kicsit ilyen hátsó gondolattal is, hogy a nevük majd bevonza a nézőket, és úgy lesz belőlük színpadi színész, és ha szerencséjük van, akkor jó közegbe kerülnek. Régen tévéjátékok voltak, és így van. Ismertük meg az összes nagy színészt, igen, hogy igen. Ott voltak a tévében. És én is így indultam. Te is úgy indultál? A 8 évszak sorozattal, ahol aztán éppen Várkonyi Gábor, aki rendezte ezt a sorozatot, én 85-ben végeztem, és abban az évben már megkaptam ezt a főszerepet, és ezt egy évig forgattuk, és akkor még volt egyes-kettes csatorna, hétfőn nem volt adás, és minden kedden ez ment. A 8 évszak, és éppen összeszámolt a Várkonyi Gábor, hogy 150 partnerem volt ebben a sorozatban, és hát olyanok, mint Kállai Ferenc, vagy Gobbi Hilda, Tordi Géza, Eszter Gályos Cecília, és hát a fiatalok közül Bubik István, Mácsai Pál. Elég jó. Úgyhogy társaság, igen. Fantasztikus társaságban nőttem fel. Vállalnál ilyen sorozat szerepet, ha felkérnének? Nem tudom. Mindennapi sorozatban az valahogy egészen más, és az szerintem egy olyan versenyfutás lehet az idővel, hát hogy biztos, hogy a minőség kárára megy. Igen. És ő mit mesél erről? Hát ő fantasztikusan csinálja, és ő egy végtelenül nyitott, pozitív, laza lelkületű ember, aki van, aki bírja ezt. Ő szerintem abszolút bírja. Igen, és őt ez élteti, és csodálatos is ezekben. Nem kell színházat vezetni, tehát csak... Igen, úgyhogy én ezt tulajdonképpen nem mindig viccesen azt mondtam, hogy én bevettem a karrier lassítót sok-sok helyzetben, mert én sosem azt néztem, hogy én hogyan tudnék előrébb lépni, vagy most kinél hogyan tudnék bekopogtatni, és helyzetbe kerülni. Egyszerűen helyzetbe kerültem az életben, hál' Istennek a pályámon elég sok-sok évtizeden keresztül, és amikor Tamással egymásra találtunk, akkor pedig ez egy olyan ügy volt, amit nagyon fontosnak tartottam, hogy támogassam a Tamást ebben, amiben csak tudom, és most egyszer csak itt maradtam, és úgy érzem, hogy ez kötelességem, ezt a szellemi örökséget a legjobb tudásom szerint továbbvinni. Szerintem jól csinálod, de a saját pályáddal, meg ezzel a pályaivel elégedett vagy? Igen, maximálisan. Tehát nincs olyan, amire azt mondod, hogy na ezt a szerepet egész biztos szeretném lejátszani, vagy egy monodrámát. Nem, az egyáltalán nem, mindig a társasjáték volt az izgalmas számomra, az emberek. Olyan érdekes, hogy az olvasmányaimban is kamaszkoromban végigolvastam az összes nagy regényt, de aztán amikor elkezdtem ezt a pályát, mindig az életrajzok érdekeltek, és a személyiségfejlesztő könyvek, a valamiféle pszichológiai elemző könyvek, és ugyanezt szeretem ebben a hivatásban, az emberekhez való kapcsolódás, az emberekkel való együttjátszás, a játék öröme, és az, hogy valamit magamból is fölfedezzek, vagy magamból is elárulhassak, vagy magamra is rácsodálkozhassak bizonyos
helyzetekben, amit esetleg az életben nem kapnék meg. Hát azt gondolom, hogy most ebben a beszélgetésben mindenben volt részed a magadra való rácsodálkozásom. Azt mondtad, hogy nem gondoltad, hogy ilyen érzések szabadulnak nem, igen, el. Tehát, igen, ez nagyon meglepett. Igen, nagyon. Tehát saját magadat meglepted, hogy mi minden van még benned. Igen, igen, mert annyira ráfókuszálok most arra, ami a teendőm, hogy tulajdonképpen annyira háttérbe tolom magamat, és ez most meglepő fordulat, hogy én is játszom ebben a négy személyes előadásban, ami ugye most lesz 2 hét múlva, február 18-án az Ölejját. De ez is úgy jött szembe, hogy egyszerűen nem tudtam kikerülni, mert annyira szívszorító és megrázó volt olvasni is ezt a történetet, és azt érzem, hogy közön van hozzá, és mindig azt szerettem játszani, amihez közön van, amiről tudok én is valamit mondani. Sírtál te már tiszta könnyeket, őszinte könnyeket színpadon? Igen. Igen, igen. Nyilván nem próbán, és nyilván nem akkor, amikor a szerepet alakítgattam, hanem attól nehéz, attól szörnyű, attól borzalmas, és attól gyönyörű ez a szakma, hogy minden boldogságot, örömet, nehéz pillanatot az ember föl tud dolgozni a szerepein keresztül egy-egy esténben. Egy-egy estén, hogyha a szerep erre alkalmas, már pedig minden szerepen van egy-egy olyan pillanat, ami alkalmas erre. Nagyon szépen köszönöm Götz Annának, bocsánatot kérek, hogy én kérek bocsánatot, meggyötörtük egymást, nem gondoltam, de igen. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és szívből kívánok nagyon-nagon sok sikert neked, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.